Fekete Nándor orgonaművész, Boncsér Gergely operaénekes, Jancsó Dóra színművész, Varga Andrea színművész és a Reflex zenekar ad jótékonysági koncertet március 5-én Miskolcon. A közelgő zenei esemény bevételéből UHD endoszkópos tornyot és agroplazma koagulátort szeretnének megvásárolni a Borsoda-Bolyzemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályának. Idén, március 5-én, vasárnap 17 órától a Miskolci Nemzeti Nagyszínház ad otthont jótékonysági nagyszabású gálakoncertünknek, ahol a teljes bevételt felajánlottuk a Borsoda-Bolyzemplén megyei kórház fülorgége és nyaksebészeti osztályának, ahol egy új, közel 30 millió forint értékű, 2016-os fejlesztésű UHD endoszkópos toronnyal szeretnénk megajándékozni a részleget. Ennek a műszernek az az érdekessége, hogy nem csak felnőtt, hanem gyermekkorban is olyan technikával lehet különböző műtéteket végrehajtani, amelynek köszönhetően a gyógyulási idő nem csak fájdalommentesebb, hanem gyorsabb is lesz. Éppen ezért az apropóból állt mellénk a Magyar Rák Ellenes Liga is, és zenészként nagyon is jól tudom, hogy mekkora kincs a hallás, és természetesen művésztársaimmal, tiszteletdíjunkról és mindennemű utésszállítási költségről lemondva álltunk eme nemes kezdeményezés mellé. A zene képekben elnevezésű hangversenyen a nagy zeneszerző klasszikusai csendülnek fel orgonán. A koncertnek az adja a különlegességét, hogy a zeneművek megszólaltatása közben Káorosz Ila fotóművész képeiben gyönyörködhetnek a résztvevők, amelyek a zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a művek megalkotása közben. A Zene a képekben című fotóvetítéssel egybekötött összművészeti látványkoncertemnek kb. 70%-át fogom ott bemutatni, mert nagyon sok fellépő lesz. Az első felvonás rólam fog szólni. Ez egy olyan programzenei összeállítás, amely már a zenével egyenrangú szintre emeli a látványelemeket. A hangverseny folyamán a közönség azokat a képeket láthatja a kivetítőn, amelyek a zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a művek megalkotása közben. A fotósorozat elkészítéséhez minden adott volt abban a városban, ahol zenei pályafutásom is kezdetét vette, Miskolcon, és így jött az ötlet, hogy eme összművészeti produkcióra Káorosz Ila fotóművészt kérjem fel, aki helybeliként ismeri a környék összes csodáját. A műsorról annyit említenék, hogy elsőként Antonio Vivaldi 4 évszakából a tavasszal fogom nyitni a koncertet, majd a késő klasszikára kanyarodva, Ludwig van Beethoven-től a Holdfény szonáta első tételét, majd az Örömódát szeretném a 9. szimfóniából interpretálni, és végül a fináléban Edvard Grieg első Peregrin szvítjét hallhatják egy zseniális orgonátiratban. Vegyen részt a koncerten és segítse a kórházat kitűzött céljaik elérésében, hiszen ezzel az orvosi eszközzel a Miskolci Fejnyaksebészeti Centrum országos központtá válhat az onko-koponya alapi és a fülsebészet terén.